Eugénia, Néme Burmála, Bernardo, Galambos Péter, José Manuel, Mihály Győző, Esperanza, Juhász Judit, Javier, Csúlya Imre, Gustavo, Széles Tamás. Tiltott szerelem. További magyar hangok. Izsóf Vilmos, Détár Enikő, Zsús Kati, Vándor Éva, Spilák Klára, Pap János, Nagy Gábor, Zsigmond Tamara, Újver Ferenc, Kéri Kitti. Magyar szöveg Kozma Borbála, hangmérnök Bán Péter, vágó Kozma Mari, gyártásvezető Mázsár Gyula, szinkronrendező Aprics László. A szinkron az RTL Klub megbízásából készült. Képezte Ignacio González és Juan González. Rendezte José Alcalde. A helyzet az, hogyha a papa nem ragaszkodott volna hozzá, hogy én vegyem át a bankot, nem jöttem volna vissza. Én bezzeg mindig is erről álmodtam. Az ember azt hinné, rossz sorod volt Londonban. Tulajdonképpen szeretem Londont, de valahogy átmeneti állomásnak tekintettem. Ott nem éreztem magam otthon. Az ég szerelmére. Mikor átköltöztünk, alig látszották ki a földből. Minden emléked, életed legfontosabb évei oda kötnek. A legboldogabb emlékeim pedig ide. Thank you.
nagypapa. Szervusz, szervusz, fiam. Drágám, mama. Micsoda öröm. Nézd meg, akkora vagyok, mint... Megismered Bernátot? Nézd csak. Papa. Csak, hogy itt vagy, te világcsomagú, hadd elejjelek meg. Jaj, de rég láttunk benneteket. Szélió, a jó öreg Szélió. Szolgálatára, Bernardo tábornok úr. Na jól van, elég az ölelkezésből. Szélió, vigye fel a csomagjaikat a szobáikba. Igen, uram. Te, José Manuel, szépen velem jössz a bankba, mert már nagyon várnak minket. Na de kérlek, Julio, nem várhatnátok ezzel holnapig? Nem. Egy percet sem vesztegethetünk. Eugénia. Eugénia. Halló. Szia, anya. Milyen vacsora? A mindenségét elfelejtettem. Különben sincs hozzá kedvem. Jól van, anya. Nem, ő nincs itt. Fogalmam sincs, hol van. Jól van. Ez egy kicsit korán van, anya. Igen. Jó, pontban 8-ra érted megyek. Puszillak. Szia. Szevasz. Az ember akkor érzi magát otthon a legkönnyebben és a leggyorsabban, ha eszik. Mit szólsz hozzá? Csak nem árépást kapok. Méghozzá húsos sajtost. Hát emlékszel rá, mindig is ez volt a kedvencem. Hát igen. Amíg aztán fel nem fedeztél egyéb örömöket. Ugye örülsz, hogy hazajöttél? Jaj, nagyikám. Már is befészkeltem magam. Na, egyél. Apa éveken át próbálta elfelejteni. Én pedig emlékezni rá. Gyönyörű volt, igaz? Gyönyörű, kedves. Egyszerű és megismételhetetlen. Talán ezért okoz apádnak ekkora gondot helyettesíteni őt. Be akarsz iratkozni, igaz? Igen. Színésznő vagy? Mit számít, hogy átlagos háziasszony vagyok-e, közhivatalnok vagy akármi más? Jó, hétfőn várlak. Ha? Nem, az égvilágon semmi. Igen, már tegnap létre kellett volna jönnie. Bakot lőttünk azzal az ügynökkel. Már hogy lennék nyugodt, ha mára össze kell szednem azt a pénzt? Látszik, hogy nem ismered a sógoromat, az az alak egy cápa. Semmi. Az ég adta világon semmi. Nagyon kérlek, Javier, nyugodj meg, ne idegeskedj. Ez az ügynök még sosem hagyott minket pázban. Már hogy ne idegeskednék, mikor az erre forog kockán, hogyha én ebbe... Na hát, sógorkám, az anyád. Örülök, hogy látlak, Isten hozott. Én is nagyon örülök, hogy találkoztunk. Számíthatok rá, ugye? Mi sem természetesen. Tudod, hogy mindig állok rendelkezésedre. Igaz, apuka? Na, gyere beljebb, érezd magad na otthon. Na hát, kit látok.
De rég járt el erre pajtás. Régen bizony. De a lényeg az, hogy most itt vagyok. Mi lenne, ha már is munkához látnánk? Hm? Hol a bankelnöki szék? Itt, uram. Isten hozta. Köszönöm. Én arra szavazok, aki rajta jut. Eltévedtél? Szenyora Clemencia panzióját keresem. Megtaláltad. De erre az van kiírva, hogy Hotel Versailles. Az egy és ugyanaz. A panzió meg a hotel ugyanaz a cég. És Szenyora Clemenciáig? Ne, ő már csak ilyen. A panziót hotelnak hívja. Az ebédet lakomának. Az ajándékot figyelmességnek. Vagyis... bekísérlek. Istenem, micsoda fonnya paradicsomok. Nem öntözik őket? Uram, látott már ön francia vagy spanyol paradicsomot? Azok igaziak, ám nem olyanok, mint amit maga árul. Na jó, tedd vissza. Micsoda? Ez nem José Manuel Valladares? Na hát, de. Igen, Magola, ő az. Az én Eugénia unokahúgom férjének az unokabátyja. Na, kérem, asszonyom, hogy képzeli már ezt? Pedig ő az én Eugénia unokahúgom rokona. Na persze, én meg Luciano Pavarotti vagyok. Jaj, nagyon örvendek, Magola Jaramillo. Tudja, ma ünnepli az asszonyom a születésnapját, és nagyon fontos vendégei lesznek, lesz Paella is, tudja. Csak az a baj, hogy minden olyan drága. Képzel de magad, Magola, illetlenség az árakról beszélni. Jól van. Szia, édes, mi újság? Te meg merre jártál? Vettem egy csokor virágot. Történt valami? Egyedül kellett ébrednem, szívem. Egyedül kellett reggeliznem. Ki látott már ilyet? Ráadásul fogadást rendeznek ma az agyalágyult unokatestvérem José Manuel tiszteletére, amin ott kell lennünk. Ma este? Igen. De ma van Clemencia nénikém születésnapja, és muszáj ott lennem. Nem tudom, mi a teendő, de nem leszel ott. Gustavo, ők az én családom. Haj, ugyan már, Eugénia. Ne gyere megint a szegény kis árvanótájával, halálosan unom. Veszel valami szép ajándékot, napközben átadod, és azzal kész. Ezt nem tehetem meg vele. Miért nem tudod megérteni? Mi van, cica? Mit nem értek meg, drágám? Hogy inkább az ütődött nénikéthez mennél, mint hogy elkísérd a férjed az öccse fogadására? Aki szerinted egy parazita? Az, de úgy döntöttem, hogy az én családomhoz megyünk ünnepelni, mert az fontosabb. Te pedig a nejemként elkísérsz, kisbogár. Úgyis csak rövid ideig maradnék. Ha akarsz, velem jöhetsz. Nem lehet, nyuszifül. Anyámmal megbeszéltük, hogy 8-ra érte megyek. Á, már értem. Ez a fő baj. Anyukádért kell menned. Megint kezded, Eugénia? Nem félsz a bőrödbe?
Szeretnék bocsánatot kérni. Emlékszel, hogy ismerkedtünk meg? A hídon ácsorogtál az egyetemnél. Nem tudom miért, de abban a pillanatban úgy éreztem, mintha veszélyben lennél. És arra gondoltam, hogy én megvédhetnélek. Ezért mentem oda hozzád. Nem tudom miért, de sosem mondtad meg. Azóta sem tudom, mi volt veled akkor. Volnál szíves rám nézni? Szükségem van rád, Eugénia. Kérlek, bocsáss meg. Nélküled nincs értelme az életemnek. Szeretsz engem, ugye? Kis, ez lehet a megoldás, ha fel akarunk építeni egy modern országot. Csak is így vehetjük fel a versenyt a napról napra gyorsuló és egyre globalizálódó világunkban. A világ, hölgyeim és uraim, minden kétséget kizáróan bizony előrefelé tart. Ha most nem szállunk fel erre a vonatra, azt kockáztatjuk, hogy ott ragadunk az állomáson. Látnod kéne, hogy bánik az újságírókkal. Levette őket a lábukról. Most tagadás engem is, és azt hiszem, tetszem neki, mert az ülés közben végig rám nézett. Igen, azt hiszem, nagyon is az ínyemre lesz ez a feladat. Rendben van. Majd még hívlak, Javier, jó? Szervusz, drágám! Éppen a születésnapi bulimra értél ide? Annyit már is elárulhatok, hogy itt lesz az előkelő társaság krémje. Már beharangoztam a mamádnak, hogy leakasztunk neked valami jó partit. Gazdag, jó nevű, előkelő emberek jönnek. Na de Señora Clemencia, én tanulni jöttem ide. Úgy bizony, a katedrálisban lesz az esküvőd, Carolina Herrera ruhában. Ő is közeli barátnője, igaz? Vagy hadd mutassam például ezt. Tetszik önnek? Nem, ez nem illik a nagynénémhez. Akkor meséljen róla egy kicsit. Milyen? Hát, ha úgy tudok segíteni. Ő amolyan különc típus. Szertelen teremtés. Fantáziadús. Kicsit bolondos. De én imádom. Szerintem csodálatos ember. És miért mondja mindezt ilyen szomorúan? Mert számára különleges nap ez a mai. És én nem lehetek ott mellette. Fogja, Célio. Igen, uram. Itt a házasszonya? Igen, a kertben van, virágot szed a ma esti vacsorához. Jó napot, köszönöm. Isten hozta. Bernardo itt van? Nemrég érkezett, de úgy tudom, megint elment. Engedelmükkel értesítem asszonyomat, hogy megérkeztek. Jól van. Ez a fénykép nemrég készült, valamelyik születésnapomon. Ő kicsoda? Ő Gustavo unokatestvéred felesége. Oh, micsoda szépség. Az. Gyönyörű. De valahogy mindig olyan szomorú. Nem csoda, aki hozzámegy Gustavohoz. Jaj te, anyád éles nyelvét örökölted.
Célio mondta, hogy kerestél. Igen. Azt akartam tudni, hogy tetszett a sajtótájékoztató? Ha minden, itt senki nem mondta, hogy sajtótájékoztatót tartasz. Rólad is beszéltem. Igen? És mit mondtál? Na, mit gondolsz? Hogy felkészítettelek rá, hogy az örökösöm légy. Hogy a jövőben te leszel a legszilárdabb és a legfelkészültebb minden Vajaderhez között. Már ne is haragudj, apa, de szerintem ez senkit sem érdekel. Még hogy senkit. Szerintem fontos, hogy megismerjenek. Végső soron nem csak egy bankot fogsz örökölni, egy egész birodalom várományosa vagy. Szerintem először engem kellene megkérdezned, hogy egyáltalán élire állnék egy birodalomnak. Bernardo, nincs miért feltennem ezt a kérdést. Valladaresnek lenni mást is jelent, mint kiváltságokat. Rengeteg felelősséggel is jár. Rendben van. Az alól nem is vonom ki magam. De mint mindenki más, én is szeretném megkeresni az utat, ami önmagamhoz vezet. Anélkül, hogy te irányítanád a lépéseimet. Neked nem tűnik fel, hogy megfojtasz? Majd egy napon majd rá fogsz jönni, hogy nekem sajnos mindig igazam van. Egyszer azért szeretném azt hinni, hogy nekem is igazam van. Ma estére öltön nyakkendő. Drágám, hogy itthon nem hallottalak. Csak néztelek. Miért nem vitted el az ajándékot a nénikédnek, ahogy megbeszéltük? Mert este akarom átadni neki. Szépségem, úgy tudom, megegyeztünk valamiben. Gustavo, én megértem, hogy ma este ünnepség lesz a Valladares házban, és elég érkeztél édesanyádnak. De hogy én is megértelek. Talán elvárhatom, hogy képzeld magad a helyembe, és belásd, hogy nem bánthatom meg a nénikémet. Tehát mit akarsz? Hogy egy rövid időre elengedj, aztán ha akarod utána... Rendben van. Rendben. Úgy lesz, ahogy akarod. De 9-kor a Valladares házban. Ígérem, hogy pontban 9-kor ott leszek. Jól van. Amor.
mint mindig. Most is minden tökéletes, Szilió. De jó, hogy újra tarthatunk összejöveteleket, igaz? Pedig bevallom őszintén, már letettem róla, hogy még egyszer valaha egy asztal körül láthatom az egész családomat. Erre tessék, Isten meghallgatta az imáimat, és megadta nekem ezt az örömöt. A mindenit, mindez az én tiszteletemre. És persze Bernardoéra, de hát Istenem, te szokás szerint azt hiszed, te vagy a világ közepe. És én még azt hittem, hogy az évek múlásával kinövöd majd ezt a nagy képűséget. Ami persze a kegyed műve, asszonyom, ne panaszkodjon. Na persze, persze, ki másé. Édes drágaságom. Csoda elegáns vagy, mint mindig. Azért te is jól nézel ki. Ki beszél itt a nagy képűségről?